The game was very fast-paced. I think we both played neck and neck for the whole game, competed. But, you know, rebounds, you know, we had trouble getting key rebounds, and we had trouble scoring some in the half-court set. And it was our turnovers and, like, our little mistakes that gave them opportunity to get, like, a big lead on us. And after that, it was hard to recover, you know, too many mistakes. Ma gratulálok először oroszlányoknak. Szerintem abszolút megérdemelt győzelem. Mi egál voltunk 30 percig. Utolsó negyedben játszottuk koncentrácia nélkül. Abszolút. Sokkal hibáztunk. Szerintem 17 eladott labda, 17 turnovers, másik oldalon csak 8 assist. Ez nem volt normális. Egy kicsit merges voltam, de oké, értem játékosan. Mit mondtam, ez a oroszlány, ez a komplet csapat. És mi nem tudok tartani, nem tudok játszani ebben a ritmusban egész mérkőzés. Mikor fáradt voltunk, megcsináltuk néhány buta hiba, és meg oroszlány néhány könnyű pont, megcsinált ez a 10 pont előnyös végén, megérdemelt nyert. Semmi más, mit tudom. Tudom, hogy ez nem szép mód ilyen hazai pályán vereségen végezni szezonban, de ez történt most ebben a pillanatban. Ilyen helyzetben vagyok. Meg egy mérkőzés, és most kell gondolkozni jövő szezon. Ez a legfontosabb szerintem. Semmi más. Megyük most Pécsen, kell játszani, és megkezdi ez a szezon. Semmi más.